nagy különbségű győzelemmel vette birtokba új otthonát, a Bánki csarnokát, a Sunshine Nyikse. A tartalékosan érkező mezőberény kellemes ellenfélnek bizonyult, az első negyedet 34-8-ra nyerték Farkasinszkijék. A vendégek a második és a harmadik negyedben is 8 pontig jutottak, míg a hazaiak 27, illetve 25 pontot szereztek. A záró 10 perc volt a legpontgazdagabb, a 35-13-as részeredmény azt jelentette, hogy Kovács Tibor együttese 84 pontos győzelmet aratott. A legnagyobb kérdés az, hogy csapattá hogyan tudunk összeérni, és a legfontosabb feladatunk ez, mert a nevek alapján és a játékos múlt alapján ez most egy erősebb csapat, mint a tavalyi volt. Örömmel veszük, hogy ezt folytathatjuk itt az NB2-es bajnokságban, talán szebb célkitűzésekkel, és nem csak talán egészen biztos, de formálódnunk kell emberileg is, csapatjátékban is, itt a védekezés támadásban is, és elfogadni mindenkinek azt a helyét, amit esetlegesen most a csapat érdekében tud képviselni és hozzátenni. A nyíregyháziak centere Farkasinszki Gábor 18 pontot szerzett és 12 lepattanót gyűjtött be a mérkőzésen. Egy jó hangulatú mérkőzést tudtunk játszani, főleg így ugye azért egy teremnyitő után teljesen jó felszabadult játékot tudtunk játszani. Ugye múlt héten, nem is múlt héten, hanem a héten szerdán volt ugyanúgy egy bajnoki mérkőzésünk a Debrecenen. Ezen a mérkőzésen sokkal inkább tudtak játszani azok a játékosaink, akik ott nem igazán kaptak szerepet. A Sunshine Nyikse sikerével 50%-osra javította mérlegét, 3 vereség mellett 3 győzelmet tudhat magáénak Kovács Tibor együttese. Alapvetően elégedett lehetek, de én azt gondolom, hogy mindig kell, hogy legyünk benne, bennünk egy kis hiányérzet. Egyik az, hogy Miskolcon talán esetleg egy kicsit jobb játékkal győzelem lehetett volna. A másik az, hogy a legutóbbi hazai mérkőzésünk sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nem is a vereségnek a mikény, illetve a számszerűsége, hanem az, hogy egy kicsit széteső játékot produkáltunk. De én azt gondolom, itt kell, hogy zárjuk ezt a témát, előre kell tekintenünk, és minden hibából és minden negatívumból tanulnunk kell, és ezt beépítenünk a következő időszakra. A Sunshine Nyikse ebben az évben még egyszer lép pályára hazai környezetben, december 10-én a Gyulai Kolort fogadják Farkasinszkijék, emellett még 3 idegenbeli mérkőzés vár a nyíregyháziakra.